közel 50 éve foglalkozom alkotásokkal, tehát az alkotói pályám elég gazdag, hála Istennek. Volt módom és lehetőségem mindig. Olyan környezetben nőttem föl én az ormánságba, ahol láthattam még valamikor a kézműves mestereknek a munkáit, tehát a bognárok, az asztalosok, az ácsok, a kovácsmesterek munkáit, ami számomra egy különleges, nagyon szép világ volt. És én nagyon sokat tartózkodtam a műhelyekbe. Tehát a fának a szeretete, az ott kezdődött valamikor. Én láttam, hogy hogyan faragnak kapanyelet, hogyan készítenek kocsit meg hintót, vagy éppen templomokban mellékoltárokat, oltárokat. A rokonságomban is voltak asztalosok és bognárok. Tehát ez az indítatás számomra nagyon fontos volt. Aztán amikor tanultam a Pécsi Pedagógiai Főiskolán, tanárképző főiskolán, földrajz-rajzszakon végeztem, ott tulajdonképpen a rajzolásnak az alapvető dolgait és a festészet alapvető dolgait tanulhattam meg, és óhatatlanul is ez a pálya engem mindig vonzott, mindig lobogott bennem az a tűz, ami az alkotáshoz szükséges, és az olvasmány élményeim adták, különösen a kodolányi regényekhez rajzoltam nagyon szép sorozatot. A Kodolányi János, aki az ormányságban fiatal korában élt, nagyon sok regényét, például a Julianus barát Pécsváradról és az ormányságból indítja, a Pogány tüzek, a Süllyedő világ az ormányságról szól, és számomra ez nagyon fontos volt, hogy én valamilyen módon kötődjem ehhez a világhoz, és ezt őrzik a Kodolányi regényekhez készített rajzok, ami itt szintén láthatóak. Ezekhez készítettem még szobrokat is. De ugyanilyen fontos volt számomra például a finnek csodálatos eposza a Kalevala, mert a Kalevala az egy tömény néprajz népművészet, ami hasonlít a magyar néprajzhoz, népművészethez, és ebben én szintén egy gyönyörű világot fedeztem föl, és ehhez szintén készítettem rajzokat, a Pécsi Grafikai Műhelybe először litográfiákat, később aztán szerigráfia sorozatban látható itt az anyag, és szintén készítettem hozzá szobrokat. A harmadik sorozatom, amit ki van állítva, én Mártéra jártam 25 évig művésztelepre, tehát a Hódmezővásárhely környéki tanyákat járva, főleg az elpusztult tanyákat látogattunk mi ott fiatal hallgatók. Később aztán, amikor tanárként vettem részt a művésztelep munkájába hallgatóimmal, és megrajzoltuk az elpusztult, lerombolt tanyaházakat, az ott gazbarogyott szekereket, és ebből született a Pusztuló Tanyák című sorozatom, és óhatatlanul adta a szobrokat, hogy én szobrokat is faragjak hozzá, mert hiszen a szekereken, kocsikon ott láttam azokat a gyönyörű vasalásokat, amit kovácsmesterek készítettek annak idején, és én ezeket a vasalásokat valamilyen módon én falun, az ormánysági falvakba is gyűjtöttem, de kijárva vásárokra nagyon sokat sikerült összegyűjtenem, és a vasformájához én alakítottam szép fából készült formákat, és így születtek ez a Szerszám emlék című sorozatom, aminek egy része itt látható. Thank you.
ez a kiállítás csak egy keresztmetszet az alkotói életemnek, mert a nagy köztéri munkáimat, szobrokat, játszótereket, kerítéseket, kapukat, tornácokat, kilátókat itt nem tudtam megmutatni. Mi szerte Baranyában nagyon sok ilyen szép famunkát állítottunk, de szerte az országban is, Hódmezővásárhely környékén, Vác környékén például játszóterek, de vannak külföldön is munkáink.